Kedves hallgatom, a Tutupalár FM 88,5-es hullámozhat hallgatjátok, és utoljára, de nem végső soron, de kezdjük nagyon a végére kijönni, hogy milyen jó, hogy itt vagyunk. Volt egy felhívás a Nemzetpolitikai Államtitkárságról, és az volt a feladat, hogy készítsünk egy videót, hogy milyen jó, hogy itt vagyunk, milyen jó, hogy magyarok vagyunk, és így tovább. Természetesen két fiatalember megpályázta ezt a felhívást, meg is nyerte. Az is természetes, hogy kis Ágnes ezt kikutatta, és hozta a kés delikvest, ővelük beszélgetünk. Üdvözlöm a kedves hallgatókat, kis Ágnes vagyok. Egy nagyon érdekes témát sikerült felkutatni, mert hogy nem olyan rég. A Nemzetpolitikai Államtitkárság közé tette egy pályázatot a Trianon 100 alkalmával, mert hogy ugye a vírus miatt most nem lehetett élőben megemlékezni erről az eseményről, és ezért felkértek fiatalokat, hogy valamilyen anyagot ezzel kapcsolatban állítsanak össze, hogy egyáltalán ők hogy viszonyulnak ehhez. Ha jól tudom, akkor 3 korosztály volt, 10 elején, 10 és 14 között, 10 közepén, és aztán 18 és 24 között, vagy hogy volt a harmadik? Igen, 25 között. Igen. És 25 között, igen. És ti gondolom, akkor a harmadik kategóriában indultatok. A másodikban. A másodikban vagytok? Tehát ti még hány évesek vagytok? Mindketten 17 évesek. 17, még éppen lemaradtatok a harmadik kategóriáról. Hát igen, még. Na, és hát itt már ugye beleszóltak a riportalanyaim, akik nem mások, mint Varga Dániel és Gáspár András Fülekről, és ők készítettek egy kis videót, olyan 2,5 perc időtartamban, és ezt a pályázatot megnyerték ebben a kategóriában. Akkor egy pár gondolatot magatokról, hogy hol jártok iskolába, egyáltalán a hátteretekről. Ugye azt mondtam, hogy fülekiek vagytok, tehát Felvidék. Milyen volt az életetek eddig? Hát én Füleken élek, igen. A Füleki gimnáziumnak vagyok a jelenleg második osztályos diákja. Ez egy 8 éves gimnázium, bár jártunk együtt Danival, de aztán később különbe álltak az útjaink, ugyanis Dani inkább a filmes pályára ment el. Én aktívan cserkészkedem, ahogy ez meg is jelent a filmben. Igen, és akkor Dani, te? Hát igen, én is Füleken élek, és elsős korunk óta már egy osztályba jártunk, egészen tavaly fél évig. És hogy András említette, én elmentem egy másik iskolába, ahol főleg a filmezést tanulhattam, az EGRI Eventus üzleti és művészeti magánszakközépiskolába, és a filmben még felvetődtek táncos és népzenés elemek, ami pedig az én énemet egészítette ki, és akkor így a kettőnk tevékenységeiből formáztuk meg a karaktert, akit bemutattunk a filmben. Hogy határoztátok el, hogy ti ezen indultok? Szóval erről ugye a kezdetekről egy pár gondolatot, hogyha megosztanátok velünk. Rendben. Nagyon érdekesen történt az egész forgatás, mivel én magát a felhívást 2 héttel a verseny beküldése előtt kaptam meg. Egy barátomtól és egyben ilyen videós mentoromtól, az itteni Petőfi programos Endrődi Attilától, és nagyon megtetszett, de nem volt egyedül kedvem hozzávágni. De aztán nagyon érdekes, mert András egy hétre rá elküldte szintén ugyanezt a pályázatot, és így már sokkal nagyobb kedvel éltem bele magam, hogy ketten válhatunk neki. És szerintem nagyon jól ment a munka, mert Andrással már nagyon sok ideje ismerjük egymást, már 5 éves korunktól, és akkor rögtön el is kezdtünk forgatni, 2 nap alatt leforgattuk az egészet, majd 2 napig még vágtam, és az utolsó pillanatokban be tudtuk küldeni, és nagyon örülünk, hogy így összejött. Jó, és akkor beszéljünk a filmnek a gondolatiságáról, tehát, hogy ti abszolút a tinédzserkor közepén vagytok, és meglepően érett gondolatokat fogalmaztatok meg ebben a videóban. Ez hogy jött? Összedugtátok a fejeteket, és akkor tényleg így a hazáról, a magyarságról, a magyar történelemről, szóval ezek olyan veretes gondolatok, amit általában úgy 40 éves kor előtt nem nagyon foglalkoztatja az embert. Hogy tudtátok ezt így összerakni? Hát szerintem jól ki tudtuk egészíteni egymást, mivel én a technikai részét vettem át, ugye én voltam az operatőr és a vágó,
és nagyjából én is rendeztem meg, de abban Andrástól segítséget kaptam, és a szöveget pedig ő írt, amivel egész jól tud fogalmazni, és szerintem ez jó, hogyha ő mondja el, hogy hogyan alkotta meg a szöveget. Úgy próbáltuk megcsinálni a filmet, hogy az egésznek a gerince legyen a szöveg, és igen, ebbe feltűnnek ilyen gondolatok. Szerintem azért foglalkoztat minket annyira ez a magyarság tudat, mert itt felvidéken mi érezzük valamennyire, hogy el vagyunk szakítva az anyországtól, de ennek ellenére nagyon aktívan meg tudjuk élni a magyarságunkat, akár a cserkészetben, akár a népzenében, akár a néptáncban. Arra már szabadon használhatjuk az anyanyelvünket, tehát a magyart is, úgyhogy úgy gondolom, hogy ez inspirált minket arra, hogy megfogalmazzuk ezeket a gondolatokat, hogy ezek a dolgok összekötnek minket a világon élő többi magyarral. Hát ez egyértelmű és természetes, hogy összeköt titeket ez a magyarságotok a többi magyarral, függetlenül a jelenlegi országhatártól. A filmnek az utolsó jelenete az, hogy te, András, ott állsz, hát ott valahol a határ közelében, az nem is tudom, hogy melyik határ átlépő, és ott látszik, hogy éppen nézed a Magyarország feliratot, és egy ilyen vágyakozás van benned, és van még egy másik ilyen jelenet, amikor onnan valahol a Füneki dombról valahol átnézel szintén az ország határon, és azt gondolod, azt fejtegeted, hogy ez az egész, ez egy kultúra, és hogy ez úgy megfogott, hogy ez nagyon ilyen mély érzelmű dolog. Van egy ilyen életérzésetek, hogy igen, oda kéne tartoznunk? Van ilyesmi bennetek? Szerintem nincs, és ezt a nézők is lehet, hogy sokan vagy páran félreértették, mivel főleg azt akartuk megfogni, hogy megmutassuk, hogy itt felvidéken milyen erős a magyarság, és hogy itt mi ugyanolyan anyaországi magyarként tudunk kiteljesedni, és nem a visszavágyást akartuk bemutatni. Ja, és akkor visszatérve a pályázatra, hány induló közül választottak ki titeket, azt tudjátok? Pontosan nem tudjuk, hogy a mi kategóriánkban hány pályamű érkezett, de azt tudjuk, hogy a három kategóriában összesen több mint 600 munkát küldtek be. Nagyon szép. Úgyhogy nagyjából valószínűleg valahol 200 körül lehet az a mennyiség, amennyi videót beküldtek a mi kategóriában. Azt elárulták-e a pályázat elbírálói, hogy milyen szempontok alapján választottak titeket a legjobbnak? Erről nem tudunk semmit. A versenykírásban csak azt szerepelt, hogy mutassuk be valamilyen módon, hogy magyarok vagyunk. Sokan más eszközökkel mutatták ezt be, volt, aki verset mondott, volt, aki a barátaival együtt énekel, táncolt pontosan. Mi ezt az utat választottuk, és úgy tűnik, hogy ezt díjazta a zsűri. Hát nagyon úgy tűnik, mert hogy ugye első díjat kaptatok. Na és akkor még egy gondolat, hogy lesz ennek folytatása? Egyelőre csak közösen Andrással maradunk kapcsolatban, sőt ez nem csak a kezdet volt, hanem voltak már közös munkánk még korábban, és emiatt is volt olyan gördülékeny a munka, de most, ahogy így ilyen nagy sikere lett ennek a filmnek, gondolkozunk következő munkákban is, és következő pályázatokon is. Hát nagyon szépen köszönöm, akkor sok sikert nektek ehhez, hogy induljatok a következő pályázatokon is, és nagy eséllyel akkor azokon is majd jó eredménnyel fogtok szerepelni. Hát reméljük, köszönjük szépen. Köszönöm szépen a beszélgetést. Viszontlátásra. Magyar vagyok. Határon túli, felvidéki, büszke magyar. Magyar a nyelv, mellyel anyám szól hozzám. Ezen beszélgetek nagyszüleimmel a múltról és barátaimmal a jövőről. Ezen a nyelven imádkozom, ezen gondolkodom és olvasok. Ezen tanulok és ezen adom át a tudást. Ezen a nyelven olyan tudok lenni, amilyen más nyelven nem tudnék.
őszinte. Magyar vagyok, mert magyarnak születtem. Magyarul táncolok és magyarul zenélek. Őseim sírjai itt domborulnak, s hiszem, hogy enyém is itt fog. A táj nem ismer ország határt. Apró városom dombjairól látom az anyaországi bérceket, s érzem, hogy ez egy föld. Olyan föld, melyet összeköt a kultúra, a történelem. Összekötik balassi vitézei, Mikszát palócai és márai polgárai, ahogyan összekötik Dobóvárvédői, Rákóczi kurucai és Klapka honvédjei is. És bár a sors e nemzethez nem volt mindig kegyes, büszkén kell vállalni, hogy magyarok vagyunk. Még akkor is, ha nem ez a legegyszerűbb út. Látom füstjébe csakolik, az ég alatt sötétedik. Míg azt mondja,